azt gondolom, hogy a festészet számomra az elsődleges nyelv. Több nemzetközi vásárt tervezünk. Az év végén, decemberben Miami-ba készülünk, és előtte is lesz még több ilyen nemzetközi vásár itt van is, illetve külföldön. Nagyon-nagyon sok projektem van idén, de ezek a highlightjai mindenképpen ennek az évnek. Azok a munkák, amiket itt a műtermemben láttok most, ezek a következő kiállításomra készülnek, ami június 23-án nyílik a Bodó Galériában. Ez a halas festmény, ez életem eddigi legnagyobb méretű vászna. Egy japán halas tavat ábrázolok, különböző koi pontyokkal, amik a japán szimbolikában egy nagyon nagy jelentéssel bíró, jó szerencsét hozó szimbólum. Ezek a munkák, amiket itt mellettem láttok, különböző polaritásoknak a leképeződései. Itt szerettem volna a maszkulinitást ábrázolni, míg ez a képem, ez pedig a női finomságot és a feminin energiákat hozza vissza. Egyik kép sincs kész, mind a kettőn dolgozom. Itt várom, hogy ez a nagy kékség száradjon rajta, mert akkor fogok tudni rámenni még itt ezekre a részekre. Nagyon szeretek kiszakadni abból a hétköznapi valóságból, amiben élek, és mindenben a szépséget keresem, a tartalmat, a jelentést, a szimbolikával bíró dolgokat, azokat a dolgokat, amik hatnak rám és megszólítják a lelkemet. Van egyfajta eltávolodás attól a könnyed, popártos világtól, amit évekkel ezelőtt csináltam. Ezek a képek már sokkal mélyebbek, sokkal több jelentéssel bírnak, más aspektusát ragadják meg a dolgoknak és az életnek. Több lélek van bennük, több mélység, több finomság, több letisztultság. Most nagyon-nagyon élvezem azt, amit csinálok, és nagyon-nagyon szeretem ezeket az új munkákat.